Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Ipari parkfejlesztés újabb területet jelölt ki a szexárdi önkormányzat a vállalkozásoknak. Egészségnap, népszerűek voltak Bátaszéken az egészséges alapanyagok. Ünnep, 50 éve rendezték meg először a szexárdi néptáncfesztivál. Gasztronómiai est, 17. alkalommal mutatták be ételeiket a zombai nemzetiségek képviselői. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyetlen csarnoknak van már csak hely a szexárdi ipari parkban. A területet mindössze néhány év alatt sikerült a város önkormányzatának hasznosítania, jelentős helyi adóbevételhez juttatva ezzel Szexárdot. Mivel viszont újabb cégek jelezték, beruháznának Szexárdon, a város képviselői most úgy döntöttek, további ipari területet jelölnek ki. Egy az elmúlt években a szexárdi ipari parkban felépült csarnokok közül. A város önkormányzata által kiépített és közművesített terület mostanra szinte teljesen megtelt, még egy cégnek maradt hely. Ezért döntöttek úgy a képviselők, hogy újabb területtel bővítik a parkot. Tábla jelzi, hogy ezen a szántóföldön alakítanak ki újabb területet a városba települő cégeknek az ipari parkfejlesztés második ütemeként. Az érintettekkel megvan az egyesség, tehát megvásárolják. Ezt nem az önkormányzat bonyolítja, de ezzel együtt mi jelentetjük meg a lehetőséget arra, és már gyűjtjük azokat a pályázókat, akik szeretnének telepedni telephelyen Szexárdon. A város ipari parkjának újabb területére tehát már most vannak jelentkező vállalkozások. A kivitelezési munkák a tervek szerint tavasszal kezdődnek el. Óriási mértékben nőtt a bedőlt lakáshitelek száma az elmúlt hónapokban. Az adósok viszont már nem a bankoknak, hanem követeléskezelő cégeknek tartoznak. A Magyar Követeléskezelők Szövetsége idén szeptemberben háromszor annyi nem teljesítő hitelt tartott nyilván, mint júniusban. Mostanra országosan mintegy 700 ezer lakóingatlan van végrehajtás alatt, és több mint 300 ezer szerződés esetében kellett fizetési meghagyást küldeniük a végrehajtóknak az ügyfeleik részére. Egy szexárdi bank és egy helyi közintézmény üvegablakát is betörte egy 33 éves helyi nő. A rendőrök hamar elfogták, a nő pedig beismerte a rongálásokat, amikkel nagyjából 1 millió forintos kárt okozott. Az ügy most került az ügyészséghez, a nőnek rongálás miatt kell bíróság elé állnia, amiért akár 3 év börtönt is kaphat. A magyarok többsége hatásosabbnak tartja az alternatív gyógyítási formákat, mint a hivatalos orvostudományt egy 2016-os felmérés szerint. Bátaszéken is többen érdeklődnek ezen gyógymódok a természetes alapanyagokból készült termékek iránt. Számukra szerveznek előadássorozatot a helyi művelődési házban. Első alkalommal biokávét és ökoteát is kóstolhattak az érdeklődők. Egészséges vizet tudunk magunknak varázsolni. A vízszűrő, a tisztított víz egészségre gyakorolt hatása volt az egyik. A biotea, ökokávé volt a másik, amivel megismerkedhettek az érdeklődők Bátaszéken az egészséges életmódról szóló előadássorozat első napján. Ugye egyre szennyezettebb a környezetünk, a talajok ki vannak zsigerelve, és ezáltal nem jutunk a megfelelő tápanyagokhoz az élelmiszerekkel. És szerencsére most már egyre több ember tudatos, és a vegyszerek helyett a természetes gyógynövény alapú megoldásokat választja. Nekik tartottak előadást a Bátaszéki Művelődési Házban, és azoknak, akik nem ennyire tájékozottak a bio, öko, vegán és természetes készítmények típusaiban, és az egészségre, szervezetre való hatásaiban. Az előadáson szó volt a különböző alternatív gyógymódokról, vegyszereket helyettesítő, de természetes összetevőkből készült tisztítószerekről is. Egy jó kis előadás sorozattal készültünk, amelynek a fókuszában az egészség szerepel, illetve ezt a témakört állítottuk. Azért is gondoltuk, hogy aktuális lehet, vagy talán több időt tud rászállni az ember, mert azért a szüreti munkáknak, a kerti tevékenységnek talán vége,
jön a zordabide, amikor az ember egy kicsikét bekuckózza magát, illetve talán több idejét jut magára, és akár mondjuk az egészségével kapcsolatos információk megszerzésére. Egy 2016-os felmérés szerint egyébként a magyarok többsége, közel kétharmaduk hatásosabbnak tartja az alternatív gyógyítási formákat, mint a hivatalos orvostudományt. A kutatásból az is kiderült, hogy ijesztően magas az oltás ellenesség támogatottsága, a homeopátiában viszont meglepően kevesen hisznek. Egy 2018-as kutatásból pedig az derült ki, hogy a 18 és 27 év közötti fiatalok kevesebb, mint fele fogyaszt rendszeresen vitaminnal, ásványi anyaggal dúsított élelmiszert, illetve gyógyszert. A megkérdezettek többsége azonban pozitívan nyilatkozott a gyógyszerekről, illetve azok hatásáról. Látványosan csökkent azoknak a háztartásoknak a száma, amiket gáztüzelésű kazánokkal fűtenek, ez derül ki a KSH egy friss táblázatából. 7 év alatt több mint 2%-kal csökkent a földgázhálózatra kötött háztartások száma. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 60 ezer háztartás állt át más fűtési módra. A gázfűtés visszaszorulása a kisebb településeken a leglátványosabb, amíg országosan 2011 és 2017 között 16%-kal csökkent a gázzal fűtő háztartások száma, addig Budapesten csak 5%-kal, a nagyobb vidéki városokban 19%, a kisebbekben 20%-kal. Ágazati szakértők szerint a folyamat hátterében az áll, hogy a gázkazánok beszerzése és egy ilyen fűtési rendszer üzembe helyezése az elmúlt években nagy mértékben drágult, valamint hogy az engedélyeztetés sokkal szigorúbb és bonyolultabb lett, mint a korábbi években volt. 50 év telt el azóta, hogy első alkalommal megrendezték a szekszádi néptáncfesztivált. A találkozó azóta a magyar néptánc mozgalom legmagasabban jegyzett találkozó helyeinek egyike lett. Az idei esztendő ismét sikert hozott a szekszádi Bartina néptánc együttesnek. Öt évtized telt el azóta, hogy a vidéki, akkor a néptáncmozgalom középmezőjébe tartozó együttesek szakmai fejlődését segítendő elindult a szekszádi néptáncfesztivál története. Az alapító Szabadi Mihály az egyetlen, aki még aktív az akkori szakmai életből. A szekszádi fesztivál igazi áttörését a Babits Művház megépülése jelentette. Ez jelentett olyan otthont, meg olyan körülményeket, hogy igazán lehetett igényes munkát végezni, akár a szervezést, akár pedig hát a színpadi lehetőséget az együttesek számára. Úgyhogy azután én úgy gondolom, úgy látom, hogy kisebb-nagyobb hullámzásokkal, de töretlenül fejlődött idáig a dolog. Idáig, ahol most gyakorlatilag az ország színe javait van. Mihály Gábor, az Állami Népi Együttes vezetője és a zsűri elnöke azt mondta, ezek a fesztiválok nagy mértékben járulnak hozzá a néptánc hagyomány megőrzéséhez és az együttesek fejlődéséhez. Nem a verseny a lényeg egy fesztiválon, sőt a néptáncban sem, de hát azért emberek vagyunk, és jó ám az, hogyha meg tudjuk méretni magunkat, és nem csak a saját próbatermünkben vizsgáljuk, hogy jók vagyunk-e vagy nem. Tehát az eligazodás szempontjából egyrészt nagyon fontos, másrészt látják egymást az együttesek, tehát mindenféle kapcsolat épül. Azért ez egy nagy közösség, és ennek a közösségnek a szálait egy ilyen fesztiválon mindig meg lehet erősíteni. A szervező Bartina Néptánc Együttes számára kettős a feladat, és mindkettőben magas a mérce, mondta Matokné Kapási Julianna. Mindenkor mutatja ez a fesztivál, hogy milyen lendületben van a mostani néptáncmozgalom. Lendületből nem volt hiány a Bartina Együttesi Nívódíjjal, koreográfusi nívódíjjal és Sipos Gergő személyében szólótáncosi nívódíjjal zárta a jubileumi fesztivált.
Sokkal drágábban lehet majd idén megvenni a karácsonyra szánt fenyőfákat, mint a korábbi években. Az ország legnagyobb fenyőtermesztő területein már elkezdték kivágni a fákat, a termelők pedig azt mondják, az idei szélsőséges időjárás ezeket a növényeket is megtizedelte. Ezért a legnépszerűbb, de legolcsóbb lucfenyő métere akár 1000 forinttal is többe kerülhet, mint tavaly. A lucmétere így átlagosan 3500-4000, míg az ezüst fenyőé 4000-4500 forint lesz. Szentmisével egybekötött jótékonysági hangversenyt adott a Mözsi Bartók Béla női kar a tolnai katolikus templomban. A már hagyományos rendezvényre a helyi Caritas szervezésében Szent Erzsébet ünnepe kapcsán került sor. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király lánya volt a 13. század elején. Annak köszönhetően avatták szentté, hogy a katolikus mondakör szerint egész életét a szegények, az elesettek és a betegek segítésének áldozta. A most Tolnán a Caritas és a Bartók Béla női kar közös rendezvényének jegyeladásaiból befolyt összegből a tervek szerint a szervezők 200 rászoruló családnak tudnak tartós élelmiszercsomaggal segíteni. Ezzel kezdődik végül is a Szent Erzsébet ünnepkör. Ez a mai nap nekünk is ünnep, minden a csoportunknak is. Caritas csoportunknak a megalakulása 7 évvel ezelőtt ezen az ünnepen történt, és minden évben ezt a születésnapot is ünnepeljük, úgyhogy megerősítjük a fogadalmunkat. Szalagtűzőt tartottak pénteken késő délután a tolnai Szent István katolikus gimnáziumban. Egy 4 és egy 6 év folyamos osztályból összesen 54 végzős diáknak a melle fölé került az a bizonyos kék színű szalag. Tolnán hagyomány, hogy a szalag feltűzése után az első tánc a végzősöknek és szüleiknek jár, majd rövid szünet után a már báli ruhába öltözött fiatalok bemutatják a régóta gyakorolt, gondosan eltervezett koreográfiákat, idén angol és bécsi keringőt. Ha ilyenkor valaki belehallgatna abba, hogy miről beszélgetünk a kollégákkal, legtöbbször arról, hogy milyenek is voltak, mikor ide jöttek ezek a gyerekek, ki hol tart most ahhoz képest, hogy 7., illetve 9., milyen képességekkel, milyen szorgalommal rendelkezett. Ezek nagyon érdekes beszélgetések és számvetés, és igazából akkor érezzük jól magunkat, hogyha meg tudjuk állapítani, hogy nagyon nagyot fejlődtek a gyerekek. 17. alkalommal rendezték meg Zombán a nemzetiségi hét záró akkordjaként az Ízek világa nevű gasztronómiai estet a település sportcsarnokában. Idén is a helyi nemzetiségek konyhájára helyeződött a hangsúly, így a közönség a német, roma, széke és felvidéki konyha ízeivel ismerkedhetett főként. Különböző ízesítésű kolbászok, gombás velő galuska, a legkülönfélébb pörköltek, cseh kézműves sör, helyi borok 17. alkalommal rendeztek Zombán gasztronómiai fesztivált szombaton. Nyugdíjasok mindjárt leszólítottak a sarkon, a zuza pörköltjüket meg kell kóstolni, és a régi-régi kapcsolat alapján a Orosházi Kolbászklubnak az étkét meg kell kóstolni. A mindig teltházas program ötletét a kezdetek óta már más Tolna megyei település is átvette, és nagy sikerrel rendezi meg. A zombai német nemzetiségi önkormányzat képviseletében, a zombai romák képviseletében, tehát akik önkormányzati szinten is jelen vannak, és ugye tudni kell, hogy Zombán még van két népcsoport, a székelyek, illetve a felvidékiek, akik ezeken a rendezvényeken mind megmutatkoztak. Hát itt is bekapcsolódtak, és természetesen hozzákapcsolódva a település szinte minden lakosa. Idén a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezett kiállítást az esten. A kiállításon igyekeztünk még fellelhető régi zombai svábok által féltve őrzött tárgyakat kiállítani, elsősorban textileket, illetve néhány bútorként is használható kis tárgyat, valamint nagyon fontos volt az számunkra, hogy megpróbáljuk a gyerekekhez ezt közel vinni, tanultunk ezekről a dolgokról, és hogy ők hogyan látják, azt munkákban hogyan tudják nekünk reprodukálni, és ilyen tárgyakat is állítottunk ki. Az idei gasztronómiai fesztivál egy egyhetes rendezvénysorozat, a Kultúrák és Nemzetiségek Hete záró rendezvénye is volt egyben.
A bajnokság 8. fordulójában egy pontos vereséget szenvedett Zalaegerszegen az atomerőmű ESE férfi kosárcsapata. A találkozó után Szrecsko Szekulovics vezetőedző lemondott posztjáról. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, nem szeretne tovább dolgozni Pakson, mivel nem tudja úgy építeni a csapatot, ahogy szeretné. Az ASE vezetése elfogadta a lemondást, határozatlan időre Schmidt Béla veszi át a vezetőedzői pozíciót, míg Jan Pavlik másodedzőként fog segítkezni a munkában, így a pénteki Deac elleni mérkőzésre már ők készítik fel a csapatot. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább. Ügyfélbarát bíróság, új épületet kapott a közigazgatási ügyszak Pécse. Oklevelekkel és ajándékokkal jutalmaztak, a szociális szféra dolgozóit ünnepelték. A méhészkedésről tanultak a diákok Siklóson, Baranya megye mézeit is megkóstolták. Hivatalosan is átadták a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületét. A 7 új tárgyalóval működő bíróság akadálymentesített, és a dél-dunántúli megyékből fogadja az ügyeket. Mind kialakításában, mind tájékoztató rendszerében az ügyfélbarát jelleg hangsúlyozására törekedtek a beruházás kivitelezésekor, hangzott el az átadón. Füstövegborítást kapott a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új épülete. A postapalota melletti átalakított ingatlant pénteken adták át hivatalosan. Ez az épület 2018. augusztusa óta 12 bíró, 2 bírósági titkár és 19 igazságügyi alkalmazott második otthona. Mondta az átadó ünnepségen Sipos Balázs, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke. Az épületben 7 tárgyalótermet alakítottak ki. Meghallgató szobát is létesítettek a gyermekeknek. A bútorzat, a tájékoztató táblák, az egész bíróság kialakítása a szolgáltató vagy ügyfélbarát szemléletet erősíti az országos bírósági hivatal elnöke szerint. Ahhoz, hogy az emberek bizalmát elnyerjük, érthetővé kell magunkat tenni. És ez már ott kezdődik, amikor valaki belép az ajtón, akkor tudnia kell, hogy mi vár rá, milyen jogai vannak, kötelességei tanúként, ügyfélként, és a modern eszközökkel, mint a kisfilmek, a szórólapok, a külön központok, amit a kormányablakok működéséből ismerünk, ahol az ügyfeleket fogadjuk, ezek mind bevett módszerekké válnak. Ez is hozzájárult ahhoz, az elnökasszony szerint, hogy az Európai Bizottság értékelésében az első helyen van a Magyar Közigazgatási Bíróság. Ráadásul az ügyhátralék is csökken. 5 év alatt 5000 üggyel lett kevesebb ez a szám, ami idén további 4%-kal kevesebb lesz év végére. November 12-e a szociális munkanapja, a szférában dolgozókat ezen alkalomból Pécsett is köszöntötték. A beszédekben elhangzott, mennyire fontos az a munka, amit az ápolók, gondozók, szociális munkások végeznek. Az ünnepségen elismerő oklevelekkel és ajándékokkal jutalmazták a kiemelkedő dolgozókat. A szociális szférában dolgozókat köszöntötték pénteken Pécsett. A gyermek és idős otthonok ápolói munkatársai töltötték meg a Baranya megyei önkormányzat dísztermét. Köszöntő beszédében Simon Attila elmondta, a szociális dolgozók munkája az egyik legfontosabb. A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár kiemelte, ehhez a munkához a szakmai ismeretek birtoklásán túl valódi elhivatottság és áldozatvállalás is szükséges, mely mindenképp köszönetet érdemel. Azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az elmúlt években, évtizedekben, és sajnos azt gondolom, hogy a következő években, évtizedekben is az, hogy a társadalmat, a saját nemzetünket képessé tegyük arra, hogy felismerje ezt a munkát, ezt a hivatást, ezt a küldetést, amit önök végeznek. Az ünnepségen Kocsis József emlékeztetett, november 12-ét, a szociális munkanapját 2016-ban nyilvánították munkaszüneti nappá. A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének elnöke hozzátette, a bérezésen kívül a lélek az, ami leginkább számít a szociális szférában. Ehhez is egyfajta biztatást adnak az ilyen ünnepségek, hogy a kollégák legyenek boldogabbak, próbáljanak meg kicsit egymásra is nézni, egymástól példát venni, akár egy díjátadón. Tehát amikor kiemelünk egy kollégát, hogy igen, ő példaértékű munkát végez, akkor a többiek is akár példát tudnak róla venni.
Az eseményen Őri László is köszöntötte a megjelenteket. Pécs alpolgármestere a városban lezajlott fejlesztésekről beszélt, melyek 2,5 milliárd forintból valósulhattak meg. Ebből az összegből óvodákat és bölcsödéket újítottak fel a Baranyai megyeszékhelyen. Amikor gyermekeket támogató, segítő intézményeket fejlesztünk, akkor valójában az itt helyben gyermeket vállaló és gyermeket nevelő családokat támogatjuk. A rendezvényt kulturális műsor is színesítette, melyet fogyatékkal élők és gyermekotthonok lakói mutattak be a közönségnek. Az ünnepség végén pedig elismerő oklevelekkel és ajándékokkal jutalmazták a szociális szféra kiemelkedő dolgozóit. Új, különleges szolgáltatással bővült a több mint 15 kiállító helyet üzemeltető pécsi Janus Pannonius Múzeum. Ezúttal nem egy új tárlattal gazdagodott a kínálat, hanem Kódvadászok címmel szabadulós kalandjáték fogadja vendégeit a Csontvári Múzeum alaksori termeiben. Ez egy régészeti tematikájú akció, lehetőség, ahova elvárunk családokat, barátokat, munkatársakat, csapatépítő embereket, és körülbelül egy ilyen 3 és 6 fő közötti csapat tud egyszerre bent lenni. Ez egy jó órás program, és a végén mindenki megkapja maga jutalmát, hogy szabad lesz. Rendhagyó órán vehettek részt a siklósi diákok, pénteken a Baranya megyei mézekről, méhekről és méhészekről tanulhattak. Az Országos Méhész Egyesület Mézes Reggeli című rendezvényének célja a mézfogyasztás népszerűsítése a gyermekek körében. Finom. Így vélekedtek a gyerekek azokról a Baranya megyei mézekről, amelyeket pénteken reggel kóstolhattak meg a siklósi Kanizsai Dorottya általános iskolában. Ezen a napon országszerte közel 150 ezer kisdiák ismerkedett meg közelebbről a magyar termelői mézekkel. Alapvetően ugye a mézes reggeli, mint intézménye, az egy Európai Unióból átvett intézmény, amit az Országos Magyar Mészeti Egyesület most már 4. évben alkalommal rendez meg különböző helyszíneken az országban, illetve itt a megyében is igyekszünk mindig más helyszínt találni. Most jelen pillanatban a Kanizsai Dorottya általános iskolában vagyunk, Siklóson, ahol hát szintén az elsődleges cél az, hogy a gyerekekkel megismertessük a magyarországi mézfajtákat, és mindezt meg is kóstolhassák az idei évben is a nebulók. Vannak olyan gyerekek, akik nem szeretik, vagy még nem is kóstolták soha a mézet. Legtöbbjük otthon is csak nagyon ritkán fogyasztja. Nem nagyon ismerik a méznek a fajtáit, ezért is van erre nagyon nagy szükség, mert ők néha-néha a napján találkoznak egy-egy fajta mézzel. Azt se tudjuk, hogy ők azért ezt honnan szerezték be a szüleik, honnan szerezték be, honnan vásárolták. A rendhagyó órán a mézről és méhészetről is hallhattak előadást a gyerekek. A fiatalokkal is meg kell ismertetni a mézfogyasztásnak az egészséges mi voltát, annak az előnyeit, és ki kell alakítani bennük, illetve rajtuk keresztül azoknál a családoknál a mézfogyasztásnak a kultúráját, ahol esetleg ez nincsen olyan szinten meg, mint mondjuk az idősebb generációban. Nagyon fontos, hogy minden magyar család, minden magyar gyermek fogyassza rendszeresen a magyar mézet. A méviaszt és a propoliszt is a kezükbe foghatták a nebulók. Azok, akik a feltett kérdésekre jól válaszoltak, csomagolt mézet kaptak, ezzel is népszerűsítve a gyermekek körében a mézfogyasztást. Végül a legfontosabbak, még egyszer röviden. Ipari parkfejlesztés újabb területet jelölt ki a szekszárdi önkormányzat a vállalkozásoknak. Egészségnap, népszerűek voltak Bátaszéken az egészséges alapanyagok. Ünnep, 50 éve rendezték meg először a Szekszárdi Néptánc Fesztivál. Gasztronómiai est, 17. alkalommal mutatták be ételeiket a zombai nemzetiségek képviselői. Kedden nyugat-délnyugat felől érkező mediterrán ciklon okozhat jelentősebb esőt, este már komolyabb csapadékra nem kell számítani, napközben marad az 5-7 fok közötti hőmérséklet. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!